Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket ezen a szép napon. Köszönöm mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást, és elsősorban köszönöm Zádori János úrnak, városunk polgármesterének, hogy intézményünket kérte fel ennek a szép napnak a megünneplésére, és egyben a zeneiskola 40 éves fennállásának jubileumi ünnepségére is. Ünnepi hangversenyt, ünnepi műsort hallhatnak és láthatnak ma a zeneiskolás növendékek és tanárok előadásában. Most ezennel tisztelettel felkérem Zádori János urat, városunk polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mielőtt itt belekezdenék egy több órás beszédbe, hadd kérjem meg Önöket, hogy álljunk fel mindannyian, és egy perces néma csendben adózzunk annak a több mint 1 tucat fiatalnak, akik Olaszországban veszítették az életüket. Köszönöm szépen, foglaljanak helyet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket Bécsváradi város nevében egy nagyon-nagyon jeles napon, a Magyar Kultúra napján. Picit rendhagyó lesz ez, hiszen kevésbé fogunk ma prózát hallgatni és hallani, inkább egy kicsit eltolódtunk a zene irányában. Miért is van ez? Ha a hirdetéseket, a meghívóikat látták, akkor abban van még egy nagyon fontos dátum. Bécsváradi város zeneiskolai oktatása 40 éves. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly évforduló, amit méltán meg kell ünnepelnünk. Én úgy gondoltam kicsit önző módon, hogy hozzuk össze ezt a kettőt, hiszen szervesen összefügg kultúra és a zene, hiszen a kultúrának egy nem is kis szegmense az maga a zene. Elállok egy nagy titkot, belenéztem nagyjaink beszédébe, hogy ilyenkor miről szokás beszélni. És mostanság divat a globalizált világba, a globalizált kultúráról beszélni. Engedjék meg, hogy én ezt meghagyjam nekik, erről beszéljenek ők. Egy sokkal fontosabb dologról szeretnék most Önöknek beszélni, tényleg csak röviden. Az pedig a helyi kultúra. Ha megnézzük, hogy a magyar nemzeti kultúra miből épül fel, akkor szépen megyünk visszafelé, és eljutunk a helyi kultúrához, Bécsváradi kultúrájához. Na most ezzel kapcsolatban van egy nagyon nagy feladatunk, és ahogy a mai nap látogatottsága is mutatja, ez egy nem egy veszett ügy. Nekünk nagyon fontos, hogy azt a kis egységet, azt a kis sejtet, amit ebbe a rendszerbe Bécsváradi, az itteni nemzetiségek, az itteni szokások, civil szervezetek kultúrája, egybeforraszt ad ebbe az országba, nekünk ezt kell ápolni, erre kell figyelnünk. Természetesen figyeljünk arra, hogy a nemzeti kultúra milyen irányba megy, hogy a globalizált kultúra hová tart éppen ebben a zavaros világban, de ha az alapok, tehát ezek a kis sejtek nem működnek, nem figyelünk oda, akkor onnantól kezdve már nem kell a nemzeti kultúrára figyelnünk. Nekünk és az itt lévő embereknek, sokaknak, akik itt vannak egyébként nyilván félig, szakmájuk is ez, arra kell figyelni, hogy ezekre a dolgokra figyeljünk. Bécsváradnak komoly múltja van, akár zene, akár próza, akár festészet, szobrászat, bármely művészeti, kulturális ágat nézzük, van hagyománya Bécsváradon ennek. Nekünk csak arra kell figyelni, hogy ezt továbbadjuk. Továbbadjuk a fiataloknak, ha nem is magát ezt a tudást, de magát ezt az érzést. Nekik tudniuk kell, hogy mi az a magyar kultúra. Nem egy ilyen légből vett mondat, mert azt valószínűleg nem fogják tudni értelmezni, illetve nem tudják tudni hová tenni. Nagyon fontos az, hogy a pontos tartalmát ismerjék, megtudják azt, hogy ők azért magyarok, mert a magyar kultúrát ápolják, a magyar kultúrát vallják. Ha ez a kultúra elveszik, sérül, vagy ahogy mostanában sokan mondják, pusztul,
az elindíthat egy folyamatot, és ezzel a magyarság szűnik meg. A mai nap, én úgy gondolom, hogy egy olyan műsort fogunk látni, bízva a műsort összeállítókba, azok szaktudásába, ami egy kicsit erősíti bennünk a magyar érzést, és egy kicsit felhívja a figyelmünket arra, hogy a mindennapok mellett egy picit álljunk meg, és figyeljünk oda a kultúránkra, hiszen ezt tesz bennünket magyarrá. Mielőtt átadnám a szót Apacella József úrnak, engedjék meg, hogy a színpadra szólítsam egy-két képviselőtársamat, Gászné Bősz Bernadettet, Tóth Györgyit és Füri Ferenc urat. Amíg feljönnek, hogy mondjam el, hogy van egy olyan díjazás jelenleg Pécsváradon, ami polgármesterhez kötött. Ez az úgynevezett polgármesteri díszoklevél. A mai napon három olyan fiatalnak szeretnénk ezt átadni, akik részesei ennek a pécsváradi kultúrának, sokat tesznek érte, sokszor szabad idejüket, magánéletüket áldozzák azért, hogy itt lehessenek velünk, és egy-egy ünnepségen, egy-egy kulturális rendezvényen elkápráztassanak bennünket. Önző módon azért azt nem mondanám, hogy én találtam ki minden egyes díjazottnak a nevét. Képviselő társaimtól is azért kaptam súgást, és én úgy gondolom, hogy talán elindíthatjuk ezt a folyamatot, és évről évre ezen a napon azoknak a nem csak fiataloknak, azoknak a pécsváradi embereknek, akik a pécsváradi kultúrájé sokat tesznek, átadhatjuk majd ezt a díszoklevelet és vele együtt egy pécsváradi kitűzőt. Én először kérném a színpadra Kopa Marcel urat. Kicsit furcsa is volt a számból, hogy Marcel urat, hiszen mindenki Kopa Marcinak hívja. Tehát most elkezdhetném méltatni Marcit, de tegye fel a kezét, aki nem ismeri a Marcit. Fú, ennyivel könnyebb dolgom van. Tehát tudni kell róla, hogy verseivel nagyon sokszor ajándékoz meg bennünket, és teljes komolysággal mondhatom, hogy nagyon komolyan emeli az ünnepségek fényét. Úgyhogy én ennek jegyében szeretném átadni neki ezt a díszoklevelet, és vele együtt ezt a kitűzőt. Gratulálok, Marcit! Ezzel engem se került el. A másik két úriembert, és engedjék meg, hogy együtt szólítsam majd őket, egy testvérpár. Amióta polgármester vagyok, figyelem őket, hogy télen, nyáron, szombat, vasárnap, ünnepnap, amikor tanáraik vagy az önkormányzat hívja őket, önfeledten jönnek, odaadóan előadják a műsorukat, és tehát azt kell mondjam, hogy a korukból adódóan is ez nekem mindenképpen furcsa. Nem látom a megtörtséget bennük, a bánatot, hogy ők most éppen nem focizhatnak, vagy egyéb szabadidős tevékenységet folytathatnak, hanem ott vannak, részt vesznek ezen, és minden egyes ilyen alkalom után megveregetjük a hátukat, megsimogatják ugye a szülők az arcukat, hogy igazán tényleg nagyot alkottak, és imárom az én időmben, közel 2,5 évvel teszik ezt önzetlenül. Szeretném Horváth Pált és Horváth Rolandot a színpadra kérni. Azért azt hiszem, hogy önök is bevallhatják, hogy velük elég sokszor találkoznak egy-egy rendezvényen, ugye? Köszönöm szépen, Roland és Pál. Engedjétek meg, hogy akkor nektek is a díszoklevelet és a kitűzőt átadjuk.
Köszönjük szépen. Természetesen azért egy mondatot a felkészítő tanárnak és a szülőknek külön gratulálunk, akik egyrészt biztosították, segítették azt, hogy ők valóban ilyen szinten támogassák Pécsvárad város kulturális életét. Gratulálok nekik, szerintem ők is megérdemelnek egy tapsot. És annyit hagyd tegyek hozzá, hogy nyilván egy oklevélre ilyet nem írunk fel. Nem is beszéltem ezt meg a kollégáimmal, de mind a két családot szeretettel várjuk egy ünnepi ebédre vagy vacsorára, majd ők kitalálják, hogy mikor és hányan jönnének föl a várba. Gászné Bősz Bernadett alpolgármester asszony kell majd hívni, és akkor vele kellene ezt egyeztetni. Köszönöm szépen. Köszönöm a képviselőtársaimnak a segítséget, és akkor ahogy ígértem, én szeretném átadni a szót, hát szintén Józsit ki nem ismeri, parancsol Józsi. Ő az, aki szerintem hát nálam mindenképpen, de sokunknál a lehető legkorrektebben el tudja mondani, hogy mi is volt ebben a 40 évben. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, egykori és mostani növendékeket, volt tanárkollégákat, jelenlegi tanárkollégákat, egykori polgármestereket, és név szerint megemlíteném őket, Kakas Sándor, Zsáli János, Zádori János, és bocsánat a Bíró Ferenc urat, úgy gondolom, hogy a mondandómnak a lényege az, hogy önélkülük és a polgármesterek segítsége nélkül ez a rendezvény sem, illetve a pécsváradi összes rendezvény nem igazán jöhetett volna létre. Írtam magamnak egy kis puskát, hogy ne kalandozzak nagyon el. Mindenek előtt újra megköszönöm Zádori János úrnak azt, hogy lehetővé tette, hogy ma én itt egy kicsit szóljak önökhöz. Nem csak az elmúlt 20 év vagy 40 évről, hanem azon belül a általán vezetett intézmény 20 évéről, de hát az előzményekről, amik nagyon fontosak. 1968-ban egy zenetanfolyamban indult Pécsváradon a zeneoktatás, 15-17 fő volt a gyereklétszám, Kígyós Sándor volt a kezdeményező, és Nékán Polett néni az, aki összefogta ezt a kis oktatói közösséget. Pár év múlva, 1971-ben már 120 gyerek járt. Érdekes körülmények között kellett oktatni, hiszen nem volt külön épület erre. A művelődési ház két öltözőjét, az első termekből szintén két termet kaptak az oktatáshoz, és hát így folyt. Első körben főiskolás kollégák jöttek, vagy zenekari tagok, akik hol tudtak jönni, hol nem, és egy kicsit is, hát nyögvenyelősen ment ez a dolog, hogy így mondjam. A változás akkor állt be, amikor a Komlói Zeneiskola kihelyezett tagozata lett a Pécsváradi Intézmény 1972-ben. Akkor megindult a szervezettebb oktatás, és már úgy tűnt, hogy hát ezt a két helységet kinövik. Ekkor dr. Kófiás Mihály és dr. Várnai Ferenc közreműködésére volt szükség, hiszen volt egy pékség itt velünk szemben, amit átalakítottak szinte társadalmi munkában, és jól emlékszem arra, hogy a dekorálásban még dr. Bíró Ferenc is részt vett, hiszen ilyen műanyag csöveket vágott félbe, ami kicsit szigetelte a hangot. Mint említettem, ez a Holt pékség épülete volt, és hát sajnos társbérletbe kerültünk az öregek napközéjével. Ez egyrészt azért volt egy kicsit kellemetlen, mert kölcsönösen zavartuk egymást. Amikor ők mulattak, akkor nálunk szolfizsóra volt, az ablakaink a szomszéd házra nyíltak udvarra, ott a kutya is nagyon értékelte a mi kis hangversenyüket, főleg a részfúvósokét, eléggé segítette a kollégának a munkáját a vonyításával. Úgy gondolom, hogy
Nem volt rossz ez az épület, de minden egyes hangversenyre ide kellett átjönnünk, tanári hangversenyekkor, főleg ha négykezes játszottak a zongorista kollégák, akkor a nagy zongorát ide átszipeltük ketten-hárman, és ez egy kicsit problémás volt. Amikor 76-ot említünk, ugye ekkor volt az a segítség, amit kaptunk a két úrtól, Várnei úrtól és Kufias úrtól. Ami fontos dátum, 79. Ekkor alakult meg a gyárvárosi úttörőzenekar mintájára a pécsváradi úttörő fúvószenekar Nagy Viktor kolléga vezetésével. Viktorról egy kis kitérő, később ő opera rendező lett, az operaháznak a főrendezője többek között, úgyhogy nagy karriert jutott be. Megszerveztük a zenei táborokat, a régi gyerekek, növendékek biztos emlékeznek, a Dombai tónál kiváló táboraink voltak. 1980-ban pedig, Kardos Józsefné volt ekkor már az igazgató, és 80-ban pedig Tóth Gézáné vette át ezt a nemes feladatot. Ekkor megalakult egy gyerekkórusunk, amely szép sikereket élt el. Ugyanekkor megalakítottuk Mecsek Nádaston a részfúvós oktatást, vagy tanszakot, kezdetben csak ez a szak indult meg, amely később kibővült. 84-ben újjáalakult a fúvószenekar, hiszen akkor elment kolléga, és helyette jött már Wagner József, aki átvette a gyerekeknek az irányítását, szép sikereket ért el már az első évben is, akkor jött a katonaság, egy év kihagyás, akkor én rám esett a választás, és a Gerezslakkal közösen indítottuk, vagy hát folytattuk ezt a munkát, és el kell mondanom, hogy olyan sikert értek el a gyerekek, hogy a Siklósi Nemzetközi Fúvós Fesztiválon is részt tudtunk venni. Egy-két létszámot említenék, 91-92-ben Pécsváradon 157 gyerekünk volt, Mecsek Nádasdon pedig már 52. 1992-ben az önkormányzat döntése értelmében én vettem át az intézmény irányítását, és hát szinte azon a napon, amikor a megválasztásom történt, érkeztek a Niederstetteni Németországi Zeneiskola növendékei és tanárai. Ekkor még mindig a régi épületben voltunk, és mivel tudomásunk volt arról, hogy a önkormányzat átköltözik a jelenlegi épületébe, ezért kértem a lehetőséget, hogy legyen a zeneiskolái a régi tanácsháza, vagy pedig polgármesteri hivatal, mindegy, hogy mondjuk. Kicsit a zenekari létszámot megemlíteném, akkor egy olyan mélypontra jutott a zenekar, hogy 11 fő volt már csak, és én feladatomnak tekintettem, hogy elsősorban a fúvós hagyományok ápolása miatt növeljük a létszámot, csináljunk kamaracsoportokat, és minden olyan együttest, ahol több gyerek szerepel, és annál többen jutnak zenei élményhez. 96-97-ben már 231 főnk volt, akik közösen természetesen Mecsek Nádasdon, tehát közösen okítottuk ezt a 231 gyereket. Nagyon nagy előrelépés volt, amikor a pályázatot írtak ki a Baranya megyei, már nem is tudom milyen névvel, közoktatás, fejlesztés, vagy valami ilyesmi volt a név, hangszerek vásárlására. Ekkor lehetőségünk nyílt a most is meglévő Yamaha zongorát megvásárolni, amint 2.500.000 forintba került volna. 500.000-et tudott hozzátenni az önkormányzat, és egy kicsit én lealkudtam, úgyhogy 1.800.000 forintos pályázatban megvett ez a zongoránk. Ez azért is volt lényeges, mert a gyerekeink mindig olyan hangszereken játszottak, ami hát nem igazán volt szerencsés, és én vallom azt, hogy egy kezdő gyereknek kellene nagyon jó hangszert adni, hiszen aki már rutinos, az meg tudja szólaltatni a kicsit rosszabb minőségűt is. És ennek a apropóján úgy gondoltam, hogy minden egyes tanszakon igyekezzünk minőségi hangszereket vásárolni, lehetőleg pályázati pénzekből, hiszen az önkormányzati apadás az mindig fogyott és mindig kevesebb lett. 98-ban megalakult a néptánc szakkör Tóth György vezetésével,
közel 50 fő volt, aki járt erre a szakkörre, és lehetőségünk volt 2003-ban néptánc tagozatot indítani. Ekkor 60 főre duzzadt ez a létszám, és úgy gondolom, hogy Katonáné Gunzt Andrea vezette már ekkor a néptánc tagozatot. Úgy gondolom, hogy szép sikereket értek el, hiszen országos rendezvényen Budapesten, Pécsett nagyon sok helyen szerepeltek. El kell mondjam még, hogy amikor minősítették a zeneiskolákat, mind a kétszer kiváló minősítést kapott az intézményünk. Fontos még megemlíteni, hogy a két külföldi kapcsolat, ugye Niederstetten, a németet említettem, partnerkapcsolatok a partnervárosokkal, az osztrák Hausmeisterrel is kialakítottuk ugyanezt a partnerkapcsolatot, a távolság miatt lényegesen többször tudtunk kimenni. Kezdetben Németországba évente mentünk, egyszer ők jöttek, egyszer mi mentünk, de mivel anyagilag ezt nem igazán győztük, ezért leredukáltuk két évenkénti váltásra. Niederstettenben meg szinte minden évben kijártunk. Fontosnak tartottuk, hogy ne csak a külföldiekkel, hanem a környező zeneiskolákkal is tartsuk a szakmai kapcsolatot, így Sásdal, Barcsa, Szentlőrinccel, Hidassal volt szinte évekig olyan kapcsolatunk, hogy közös növendék hangversenyeket tartottunk, hol itt, hol ott. Egy érdekességet elmondanék, és ehhez hozzá kell azt tennem, hogy amikor ezeket a dátumokat én kiolloztam, akkor fiam, ifjabb Apaceller József szakdolgozát átvettem igénybe, mert ott részletesen le van írva, nem csak ez a része, hanem Pécsváradnak az egyéb kulturális vonulatok, tűzoltó zenekartól a kórusokig. És meglepve olvastam, hogy 80 tanár kolléga dolgozott a Pécsváradi Zeneiskolában. Szinte hihetetlen. Ez azt jelenteni első olvasatban, hogy állandóan jöttek-mentek a tanárok. Volt egy állandó mag, és sajnos a főiskolások jöttek, azok mentek is, mikor végeztek, illetve akik gyesre mentek, azokat pótolni kellett, és úgy gondolom, hogy így alakult ki ez a 80 fős létszám. Megszámlálhatatlan rendezvényeken szerepeltünk, én csak a főbbeket emelném, mindenjük ezt bizonyára tapasztalták, látták. Kiállítási megnyitók, adventi hangversenyek, katolikus templomban, református templomban, Mecseknádasdon is. A karácsonyi műsorok élőadása, Füri Ferenc úr jóvoltából. Mi kezdeményeztük a szülők nevelők bálját, ami nagyon nagy sikerű volt, és hát úgy tűnik, hogy ez folytatódik. Tanári hangversenyeket tartottunk a kezdeti időkben. Később, mikor már egy kicsit kikapott a hangszertudásom, vagy megkapott, hogy így mondjam, akkor ezt már nem mertük bevállalni. Elindítottuk a Philharmoniai ifjúsági bérleti hangversenyeit, amik még a mai napig is tartanak, hiszen vannak gyerekek, akik talán életükben élő nagy zenekart csak itt a nagy teremben hallottak, hiszen nem mindenki jut el. Régebben biztos, talán most már jobban, egy olyan hangversenyre, ahol élőben hallhatja ezeket a csodálatos műveket. Olyan eredményeket is magunkénak tudhatunk, ami úgy tűnik, hogy másodrangú, pedig hát erről szólna a zeneoktatás, hogy mindenkit próbáljunk a zene szeretetére nevelni. A zenekari tagok a megmondója annak, hogy ez milyen sikereket jelent nekik, hiszen lehet, hogy szólistaként soha nem kerültek volna olyan helyekre, olyan pódióra, ahol sikereket értek el. A zenetanárok, akik tőlünk kerültek ki, hát lettek zenetanárok is, akik elvégezték a szakközépiskolát, és utána erre a szakmai pályára mentek. Én most név szerint azért nem akarok megemlíteni senkit, nehogy egyet is kihagyjak. És lettek előadó művészek. Megjelentettünk kettő darab CD-t, ami nem csak a zeneiskola hírnevét öregbítette, hanem egy olyan CD-t is, ahol a kórustól kezdve a szakszogon vártették, a reneszánsz együttesek szerepeltek. El kell még mondjam, hogy ezek az együttesek nem csak Pécsváradon értek el sikereket, hiszen hogyha a szakszogon vártettet említenem, Ausztriában, Svédországban is jártak, és öregbítették Pécsvárad zeneoktatásának a jó hírét.
Biztos, hogy nagyon sok mindent még el lehetne mondani, de nem szeretnék visszaélni a türelmükkel, hiszen már így is elég hosszúra nyúlott a kis összefoglalom. Mivel én már 5. év nyugdíjban vagyok, a jelenlegi dolgokat biztos a kolléganőm majd esetleg el tudja mondani. Úgy hiszem, hogy ez a létszám, amit ma jelen van, azt bizonyítja, amit polgármesterünk úr is mondott, hogy Pécsváradon igény van erre a típusú intézményre, és remélem, hogy még nagyon sokáig az önkormányzat is magáénak tudja, bár ugye már a helyzet kicsit megváltozott, hiszen nem a úgymond sajátja az önkormányzatnak, de mindig támogatólag irányul, vagy támogatni fogja a pécsváradi zeneoktatást és a pécsváradi kultúrát, hiszen 95-től, amikor a fúvós koncerteket elindítottuk, a fúvós versenyeket, hogy így mondjam, Bokor Béla jegyezte meg ezt az egy mondatot, hogy Pécsvárad a kultúra kisvárosa, és hát remélem, hogy továbbra is ehhez méltók leszünk és méltók maradunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és hát hallgassuk figyelemmel, szeretettel majd a gyerekek műsorát. Köszönöm. Köszönjük szépen a kedves és szép szavakat a Parceller József nyugalmazott igazgató úrnak és Zádori Jánosnak a köszöntőt. Most pedig kérem, fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat, és a második részben pedig egy kicsi visszaemlékezést a 40 évre zenében és képekben is. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg, január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta Lecsekén a himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökreinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A Magyar Kultúra Napjáról való megemlékezés gondolatát ifja Fasang Árpád zongora művész vetette föl 1985-ben, majd több névfront tanácskozáson is felhívta a figyelmet egy ilyen ünnep megtartásának fontosságára. Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezer éves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segített a mai gondok megoldásában is, mondta. A megünneplésére a Hazafias Népfront országos tanácsa 1988. december végülésén tett felhívást, és 1989. januárjában ők szervezték meg az első évfordulós rendezvénysorozatot, és azóta rendre évente ünnepni kezdett meg ezt a napot. Az ünnep alkalmából azóta a magyarság idehaza, a határokon túl, és szerte a világon megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket rendeznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos szakmai elismeréseket is. A magyarságnak a 19. századig nem volt önálló nemzeti himnusza. Mind a katolikusoknak, mind a reformátusoknak saját néphimnuszuk volt. Kölcsey mintegy 30 nyelvre lefordított és Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített, össznemzeti imádságán váló művel több próbálkozás után végül 1989-ben került jogszabály védelme alá, hiszen ekkor lett az alkotmány szövegének a része. A himnusz szövegének születésnapja január 22-e, egyben a Magyar Kultúra Napja. Magyarországon 2012. január 1-én életbe lépett alaptörvényének preambuluma a himnusz modernizált első sorával kezdődik. Isten áld meg a magyart! Most kérem, közösen hallgassuk meg a magyar himnusz Rózsa Viktória előadásában zongorán kísérő Pap Gyuláné tanárnő.
Kölcsén művelet, a katolikus magyarság néphimnusza, a boldogasszonyánk és az ahol vagy magyarok tündöklő csillagok kezdetű hímnusz. Míg a református magyarságé, a Te benned bíztunk elejétől fogva a 90. Zsoltár volt. Népszerű volt a hatóságok által többször betiltott úgynevezett Rákóczi nóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz és Liszt Ferenc is megzenésítette. A 19. század elején ugyanis hivatalos alkalmakkor Magyarországon az osztrák császári himnuszt játszották. De mellette, mint a magyarság kifejezője, gyakran felhangzott a Rákóczi nóta, vagy más néven a Rákóczi induló is. A magyar himnusz szövege Kisfaludi Károly Aurórájában jelent meg először, a kéziraton még szereplő, a magyar népzivatalos századidejéből alcím nélkül. Kölcsei munkáinak 1832-ben kiadott első kötetében a szerző által adott alcímmel jelent meg. Kölcsei himnusza olyan állapotot diagnosztizál, amely már túl van a bűnök büntetések idején, és a megérdemelt kegyelem beköszöntének ígéretét hordozza. Most következik Bartók Béla első siratainak című műve, zongorán játssza Becker Noémi. Zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben, amikor a Kölcsei versének megzenésítésére kiírt pályázaton az Itt az írás forgassátok érett észre józanon Kölcsei jeligéri pályázatával első díjat nyert. A többek közt Vörös Marti Mihály és Szigligeti Ede által fémjelzés jüri döntésének köszönhetően. A nyertes pályaművet először a Pesti Nemzeti Színház mutatta le 1844. július 2-án. A himnuszt a magyarok közmegegyezése tette nemzeti imádsággá,
Azonban a Magyar Köztársaság alkotmányában csak 1989-ben került be hivatalosan. Az első jogi értelemben elfogadott törvényt az alkotmány 1989-es módosítása hozta, melynek 36. paragrafusa kimondja, hogy a Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével. Egy anekdota szerint a szocializmus idején Rákosi Mátyás pártfőtitkár megbízta Illyés Gyulát és Korály Zoltánt egy másik szocialista himnusz megalkotásával, amely szerint a címerhez hasonlóan változtatásra szorul. Korály Zoltán válasz erre annyi volt, minek új, jó nekünk a régi himnusz. Ezzel a kérdés bekerült a napirendre. Következik Korály Zoltán Gyermektáncok című műve, előadja Kaiser Dorka Fuvolán. Születésének 100. évfordulóján 1910-ben a gyulai szülőházán helyett kapott emléktábla költője így méltatta Erkel Ferencet. Mint a mesék tündér kis királya, kinek mérhetetlen volt a gazdagsága, úgy lépted át az áldott szülőháznak álmokat teremtő gazdag küszöbét, s lelket trónjára magadhoz emeltett hamupipőkét, a magyar zenét. Most következik egy népdalcsokor Bartók Béla gyűjtése és feldolgozása a gyermekkórus előadásában. Szólót énekel Rózsa Viktória vezénye Kolossáni Kozma Tíme. Oh!
Erkel Ferenc a magyar zenék romantika egyik legjobb mestere volt, aki nem csak zeneszerzőként, hanem közéleti emberként is hatalmas feladat vállalt magára. Magyar történettájú operáival egy hiányzó zenés történeti eposz nagyszabású fejezetét hívta életre. Költség Ferenc Himnusz című költeményének megzenésítésével a reformtett magyarság legbensőbb hangján szólalt meg. Zongora művészként és a Nemzeti Színház, majd a Philharmonia Társaság karnagyaként az európai rangú magyar hangverseny és operai élet egyik megteremtője. Az országos dalártai kisebb élén pedig a kiegyezés utáni hazai kóruskultúra tevékeny előmozdítója volt. Idős korában sem pihent, 67 évesen lett a Zeneakadémia igazgatója, és ebben a minőségben számos utódot Mozsi Puskának. Most Károlyi régi magyar táncát Ruppert utca Paulina adja elő klarinéton, majd ezt követi tornyos három sárfülési népdala tenorkultum előadja Zsivko István. Ezért a díjátadó eseményekhez használt magyar himnusz lerövidítették, felgyorsították és leszállították a hangnemét,
Az Elkel korabeli várbunkosi kínzálást idéző gyorsítással sikerült a NOB archívuma számára másfél percen belüli felvételt készíteni. A NOB iránymutatásai szerint a nemzeti himnuszoknak 60 és 90 másodperc közötti időtartamoknak kell lenniük, mert akkor szorosan illeszkedik az olimpiai díjátadó eseményeken, az aranyérmes sportolón nemzeti himnuszának eljátszása, az éremszerzők nemzeti zászlóinak felhúzásához szükséges időkerethez. Sok magyarul nem értő és a magyar történet kevésbé ismerő nagyon szomorúnak érzi a magyar nemzeti himnusz dalmát, a többi nemzeti himnusszal összevetve. A kívülálló szemlélőknek a legtöbb ország himnusza ugyanis pergősebb, diadalmasabb és talán harciasabbnak tűnhet. A magyar himnusz viszont ennek több szempontból is ellentéte. Műfaja szerint is valódi ima, pohász, itt teljesen másként hat. Most következik Bartoktól a három Csík megyei népdal, előadja Molnár Viktória tanárnő klarinéton. A magyar népzene, népmese, néptánc és népköltészeti emlékeink.
A magyar zeneművészet legrégebbi emlékei a régi típusú magyar népdalok és gyermekdalok. Ezek a kvintkör kis részét használják, általában legfeljebb pentatonikus a hangsúlyok. A verszakok a mondatokhoz hasonlóan többnyire ereszkedő szerkezetűek. Zenetudományi kutatások utalnak arra, hogy ez az utóbbi tulajdonság a népvándorlás során fokozódott. A szerelem gyakori témája ezeknek a daloknak. Ünnepi hangversenyünkön igyekeztünk ezeket a régi típusú dalokat feldolgozások formájában felidézni, megszólaltatni. Most Járdányi Pál, Erkel és Kossuth Díaz zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató szonatinájának második és harmadik tételét fuvolán előadja a Szép Alfréd. Pécsi Művészeti Gimnáziumban is aktív tanára.
A következő fuvaladója három tételének címe Elégia, Valsz, Ezüstforgács, amivel Cép Alfréd és Szabó Beck Angéla tanárnő előadásában halljuk. Thank you.
felkérem Krezics Margit tanárnőt, a zeneiskola vezetőjét, hogy tarts meg ünnepi beszélőt. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőm, mondta gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Széchenyi üzenetei ma is szilárdan állnak. Merüljünk át egy kicsi a múltba, idézzük fel elődeinket, az ifjúság nevelése körül kifejtett munkásságát. Kevesen mondhatják el magukról, hogy gyerekkoruk óta, szinte kezdetektől a mai napig részesei a pécsváradi zeneoktatásnak. Bár ahogy most elnéztem az ismerősöket, és nap mint nap találkozunk, nagyon-nagyon sok régi zeneiskolással találkoztam. Elmondhatom magamról, hogy gyermekként éltem meg azokat a pillanatokat, amelyről most megemlékezünk. Emlékszem az olajos padról szúrós, jellegzetes, mondjuk úgy illatára, amelyet a mai alsóiskola termeiben éreztünk, amikor Polett nénihez, Lenke nénihez mentünk szolfés vagy zongora órára. Egykori tanáraim később kollégaként fogadtak be, és segítették munkámat. Hálásan köszönöm mindenkinek, aki ezt a kezdetektől fogva, akár jó szóval, akár tettel támogatta, vagy elősegítette a zeneiskola megalakulását, a zeneiskolai oktatást megálmodta. Szívből kívánom, legyen jutalma az, hogy az iskolából kikerülő gyermekek sok-sok évtizeden keresztül hálás szívvel gondoljanak vissza az itt eltöltött évekre, ahogy tesszük ezt ma is, mi is. Az elmúlt 4-5 év nem volt egyszerű számunkra sem. Újra kellett gondolni magunkat, szinte minden évben újabb és újabb feladat találtunk szemben. Elkezdtük leborolni a már kicsi rutinszerűvé vált oktatási módszereinket, továbbképzésekre, szakmai napokra jelentkeztünk, igyekeztünk más, hozzánk hasonló oktatási intézmények szakmai munkájába bepillantani, kapcsolatokat építeni. A megyei találkozókon, regionális és országos versenyeken minél több tapasztalatot szerezni. Ennek eredményeként büszkén mondhatom, hogy nem csak helyt álltunk, de valamennyi általunk vállalt megmérettetésen kiválóan teljesítettünk. Az elmúlt évben is akadt bőven tennivaló. És most kérem, engedjék meg, hogy néhányat ki is emeljek ezek közül. A magas színvonalú szakmai munkának köszönhetően első ízben vehettünk részt a Kiskun Félegyházán rendezett magyar szerzők vokális és hangszeres műveire kiírt országos versenyen. Szép Alfréd, Kaiser Luca futbolista növendékeink kamarazene kategóriában mutatták be tudásukat, Szabó Bekangele tanárnő növendékei. Rupert Luca Paulina és Sultai Szanna klarinét szakszofonduóval mutatkozott be a szakmai zsűri előtt az én növendékeimük. Kamarazene kategóriában, ahogy már azt hallottuk, részfúvosiunk harmadik helyezésért el. Tagjai Horváth Pál, Horváth Roland, Zsiffo István, tanárok Wagner József. Szintén első alkalommal vettünk részt a dombovári apró fúvósok találkozóján. Részfúvosaink 3 aranyminősítést szereztek, tanárok Wagner József, Fuvola 1 aranyminősítés, Bekangéla tanárnő, klarinétosaink 2 arany, valamint a legjobb produkció külön díját hozták el, tanárok Molnár Viktor és jó magam, szakszofonosaink 1 arany és 2 ezüst oklevélet értek haza. Bújban a megyei fuvolás találkozón 2 aranyminősítést és 1 ezüst oklevelet kaptunk. Részt vettünk a siklósi megyei honos találkozón, hegedűseink 2 aranyminősítést és 1 ezüst minősítést szereztek Naszvadiné Podányi Eszter tanárnő növendékei. Gordokásaink, Anyásiné Szabó Hegyi növendékei 2 bronz minősítéssel tértek haza. Megyei szakmai napokon való részvétel is volt az életünkben, a Bécsi Művészeti Gimnázium szervezésében. Fuvolistáink és szakszofonosaink számára volt lehetőség itt bemutatkozni. A résztvevők Kaiser Dorka, Kaiser Luca, Szép Alfréd, Kaiser Donát, Sultai Szanna, ők szakszofonosok, az előbbiek pedig fuvolista növendékek. Az ezt megelőző évek néhány kimagasló eredményét is engedjék meg, hogy elmondjam. 2015-ben a Fehérvári József regionális részfúvós versenyen Kaposváron részfúvósaink első, második és harmadik helyezést hoztak egyenként, Zsivko István, Horváth Pál és Keresnyei Levente.
Felkészítő tanári külön díjban részesült Wagner József kollégám, korrepetitori külön díjban pedig Papp Gyuláné tanárnő. A megyei zeneiskolák népdalénekési versenye a Művészetek Házában, az Agócsi László zeneiskola rendezésében szintén első alkalommal vettünk részt ezen, egy ezüst és egy bronz minősítést kaptunk. Felkészítő tanár Kolostáni Kozma Tíme a tanárnő. Megyei továbbképzős találkozó is volt az életünkben, kicsit régebben, 2014-ben. Zongoristánk ezüst minősítést szerzett, majd egy szakszofon kiemelt arany minősítést kaptunk. A Csupor László Dél-Dunántúl regionális pafúvós versenyen, Kaposváron, szakszofonos növendékeim első helyet és külön díj a szabadon választott mű előadásáért hoztak haza. A klarinétos növendéken pedig második helyet ért el. Az alapfokú művészeti oktatásban nem érvényesül a tankötelezettség. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy a nevelőoktató munkák eredményeként a tanulók minél tovább vegyenek részt a képzésben. Élményt nyújtson a zenetanulás, hiszen növendékeink szabadidejükben végzik a művészeti tevékenységet. A szülők elégedettsége és a tanulók elkötelezettsége az iskola alappillére. Nem csak a tanórai foglalkozások színvonalával, hanem egyéb tanórán kívüli tevékenységekkel, rendezvényekkel, programokkal próbáljuk erősíteni a kötődést az iskolához. Fontos része a stratégiánknak a szülők bevonása, új típusú együttműködések hagyományának kialakítása. Ennek szép példája az Együtt muzsikál a család című rendezvényünk, amelyre lelkesen készülnek a szülők, rokonok, testvérek, ezáltal új élményeket ismerhetnek meg, és élhetnek át közösen a családtagok. A tanszakok szakmai napjain, ahol az egyes hangszercsoportok részletes tematikai terv alapján kerültek bemutatásra, egy-egy érdekességet kiemelve, adott esetben módszertani ismeretekkel gazdagítva, lehetett behatóban megismerni a tanszakok és tanárok munkáját. Az idei tanévben a fuvolisták, a szakszofonosok és a részfuvósok tartottak szakmai napot. Tavaszi zenés vetélkedőnk elsősorban a növendékek elméleti tudására alapoz, a hangszertapizó, amely a hangszertanulás iránt igyekszik felkelteni a gyermekekben az érdeklődést. Az érdeklődők megpróbálhatják megszólaltatni a hangszereket, játékos ismertetővel egybekötve, színes interaktív formában. Nagy eredmény az iskola utánpótlás zenekara, amely a fuvolzenekari tradíciónkat hivatott újra gondolni, és az alapok elindításával egy új, hagyománytisztelő fuvolzenekari kultúrával rendelkező, igényes megszólaltatásra törekvő együttes szeretnénk felnevelni. Tanszaki hangversenyünkben rendszeresen több ízben is fellépési lehetőséget biztosítunk növendékeink számára. Minden tanév végén ifjú tehetségek napját rendezzük a várban, gála koncerten a legtehetségesebb növendékeinkkel. Ifjú tehetség és apró tehetség díjak ünnepélyes átadásával. Iskolánk szoros kapcsolatot tart fent érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel. A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezettel, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, ezen belül a Baranya megyei zeneiskolák igazgatói csoportja, a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, kulturális intézményekkel. Iskolán kimagaslóan tehetséges növendékeit zenei pályára irányítjuk. Közülük többen folytatják tanulmányaikat közép, illetve a hazai külföldi felsőfokú zeneművészeti intézményekben. Diplomájuk megszerzése után többen hivatásos muzsikusok, zenetanárok lettek. Jelenleg volt növendékeink közül ketten tanulnak Ausztriában, felsőfokon és többen hazai felsőfokú és középfokú zeneművészeti tanulmányaikat végzik. Velük jó kapcsolatot ápolunk, rendszeresen visszatérnek hozzánk, ha elfoglaltságok engedi, koncerteznek, megmutatják kisebb növendékeinknek tudásukat. Ma is közülük néhányan itt vannak velünk, és együtt zenélnek a zenekarban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Fontosnak tartom, hogy minél szélesebb körben tudjunk megmutatkozni, ezért igyekszünk minden évben egy-egy nagyobb színpadi produkciót létrehozni. Ilyen többek közt a Mary Poppins csodálatos utazása, amelyben népszerű rajzfilmek meséit, zenéit hangszereltük át a zeneiskolában működő együttesek számára, és ezt foglaltuk egy mese történetébe. Feldolgoztuk Kodály Zoltán Hári János című daljátékát saját felfogásban és hangszerelésben.
Legutóbbi zenés produkciónk a Marckó mese volt, amelyet többször is előadtunk nagy sikerrel a helyi óvodásoknak, kisiskolásoknak, valamint a környező településeken élő gyermekeknek. Legnagyobb kihívást mégis a környezetváltozás jelentette. Eltelt 40 év, jelenleg 112 növendékünk, 11 féle hangszeren, 9 tanár vezetésével vesz részt a zeneiskolai oktatásban. Az iskola épülete ma az általános iskolában kapott helyet, a város központjában, jól megközelíthető helyen. Az itt tanuló gyermekek és szüleik számára az elérhetőséget tekintve minden kényelmet biztosít. Méltó a feladatához. Méltó a feladatához. A közel fél évszázadra visszatekintve kollégáimmal erőinkhez és lehetőségeinkhez mérten olyan iskolai élet, helyi nevelési rendszer megvalósításán fáradoztunk, mely a benne érdekelt nevelők, szülők és a városok együttmunkálkodásán alapszik, elsősorban gyermekeink javára. Az elkövetkezendő években tovább kell gyarapítanunk gyermekeink tudását, formálnunk kell személyiségüket. Szülőnek, tanárnak kötelessége gyermekeinek jövőjének tervezése, mely egyre nagyobb kihívás évről évre. Arra kell törekednünk, hogy a kezeink között felnövekvő generáció olyan alapokat kapjon, hogy felnőtté válva stabil alapköve legyen nemzetünknek. Ahhoz, hogy az előttünk álló tanévek sikeresek legyenek, sok mindenre van szükség. Arra, hogy pedagógus kollégáim a továbbiakban is áldozatosan végezzék munkájukat. Jó egészséggel persze. A fiatal, most bekapcsolódó kollégáink új szellemiséggel, fiatalos lendülettel töltsék meg a dolgos hétköznapokat, vagy akár modern technikai eszközök bevetésével ötvözzék a zenei oktatást. Arra, hogy ti, kedves növendékek, kövessétek az útmutatásainkat, folyamatosan és rendesen tanuljatok, tisztességesen viselkedjetek, arra, hogy a szülők az iskolával, pedagógusokkal együttműködjenek, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak. Szükség van arra is, bár az önkormányzat nem fenntartóként van jelen az életünkben, mégis elengedhetetlen számunkra az anyagi és erkölcsi támogatása, még ha az oktató-nevelő munkához szükséges feltételeket az állam biztosítja. Hiszem, hogy a gyermekek iránt érzett felelősség, a zenébe vetett hit, a nevelőtestület következetes munkája, a szülők és a fenntartó támogató segítsége garanciája céljaink megvalósításának. Adja Isten, hogy mi valamennyien, akik most itt vagyunk, sok-sok nemzedéket nevelhessünk fel szeretetben, éljünk meg sok ilyen percet. Tisztelt vendégeink, tanáraink, volt diáktársak! Ünnep a mai nap iskolánk életében. Intézményünk 40 évét ünnepeljük, amely része a helyi kultúrának. De mi az ünnep, és meddig tart? Márai Sándor így ír, az ünnep különbözés, az ünnep a mély, varázsos rendhagyás. A mai nap varázsa épp az, hogy a magyar kultúra napján emlékeztetünk, mi magyarok a saját kis szűk közösségünk erejére, alkotó erejére. Megmutathatjuk, hol tartunk ma, meddig jutottunk, és talán azt is, hogy hova tartunk. Ezen a rendhagyó napon, amikor elődeinkre emlékezünk, gondoljunk akár Elkel Ferencre, Kölcsei Ferencre, Széchenyire, Kodályra, Bartókra, Várnai Ferenc tanárúrra, Kófiás Mihály jegyzőúrra, Nagy Ági Zoli bácsira, Tóth Gézánéra, Lenke nénire, Polett nénire, és kérem bocsássák meg, ha nem teljes a felsorolás. Ha csak percekre is álljunk meg, és gondoljuk át, hogy valójában mit is ünneplünk ma. Mi a közös az imént felsorolt emberekben? Lehet párhuzamot vonni. Rendkívüli hazafiak egész életükben népük felemelkedéséért tevékenykedtek. Egykori tanáraink, városvezetőink pedig annak a helynek a megépítésén munkálkodtak, amely a jövő kultúrát nemzedékének, zenei műveltségének a színtere. Ahol tovább lehet adni generációk százainak azt a zenei kultúrát, ami egyben a magyar kultúra része is. A dicső múlt pedig a jelenben helytállásra kötelez. Igyekszünk hát, bár nem könnyű feladat, hogy feladatainkat maradéktalanul teljesítsük, megtalálni helyünket a kicsin országban, kicsin településünkön, kicsin zeneiskolában, hogy hasznossá tehessük magunkat jelenben és jövőben egyaránt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, remélem, hogy nem bánják
hogyha ilyen hosszúra sikeredett. Most pedig a gyermek fúvószenekarunk következik. Nem véletlenül választottunk két ilyen zeneszámot, hiszen az egyik Várnai Ferenc feldolgozása, két magyar tánc a 16. században, a másik pedig Apáthy Árpád, aki sok-sok éven keresztül felügyelte a szakmai munkánkat. Az ő hangszerelésében következik Bartók gyermekdala. Vezényel Wagner József.
Soul együttesünk előadásában Handel vízi zenéjéből következik egy részlet. Fantáziája, zongorán előadja Krebs Nikolett.
Most hegedű együttesünk előadásában következik az Esti dal. Ez azért nagyon fontos számunkra, illetve kedves emlék, mert volt kollégánk Nagy Ági Zoli bácsi hangszerelte, és fordította a finn nyelvről magyarra. Ő már nincs közöttünk, de nagyon szép kedves emlékeket őrzünk róla. Nagyon sok szép zongora kíséretet köszönhetünk neki, és nagyon sok tudást adott át még itt a mai kollégáknak is, személy szerint nekem is. Fogadják hát szeretettel Esti dal Nagy Ági Zoltán feldolgozásában, közreműködik Gyenis Rebeka énekel. Thank you.
Leo Portnov orosz fantáziáját hegedűn előadja Beck Domokos. Úgyhogy fogadjátok csak elismeréssel. Következik ismét Fuvola együttesünk, Giovanni Acai zenélő dobot című szerzeményét adják elő. Thank you.
Befejezésül következik egy ragtime, melynek címe Ragamuffin. Trombitán előadja Brand Bálint. Segítőmnek szeretném még megköszönni a műsorban való közreműködésért Resch Evelinnek és Csonka Dánielnek. Köszönjük szépen, tartsanak meg bennünket jó szívvel, és még hogyha tehetik, akkor beszélgessenek, örüljenek egymásnak. Mi ezt fogjuk tenni az est hátralévő részében.